A gyarmati világ megrendülése, avagy politikai és katonai ellentétek Ázsiában. Az első világháború után az oszmán birodalom darabokra szakadt a versailles-i békeszerződések értelmében. Ehhez kapcsolódik még a háború alatt 1917-ben Balfour brit külügyminiszter egy nyilatkozata, miszerint ő felsége kormánya szimpátiával viseltetik a gondolat iránt, hogy a zsidó nép nemzeti otthon teremtsen Palesztinában, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megkönnyítse a cél elérését. A britek a nyilatkozattal Törökország gyengítését akarták a háborúban elérni, és ezáltal a cionista mozgalmat erősítették, mely mozgalom célja, hogy folyamatosan Palesztinába költözzenek a világba szétszorodott zsidók, és ezáltal lehetővé tegyék egy későbbi zsidó haza megteremtését a létszámuk megnövekedésével. Ezt a cionista mozgalmat a Sion névből eredeztetve a magyarországi születésű Herzl Tivadar mozgalma indította el. A háború után az oszmán birodalom területeinek egy része, úgy mint a németeknek a volt gyarmatai is, mandátum területekké alakultak át. Ez egy burkolt angol-francia gyarmatosítás volt, mely révén egy felügyelői, protektori jelenlét révén az angol-francia gyarmatosítás burkolt módon megjelent a volt német és török területeken, és formálisan a népszövetségi ellenőrzés céljára hivatkoztak, és ezeknek az országoknak a népszövetségi szavazatát, azaz mandátumát a franciák és a britek használták. A térképen láthatók a 20-as évekbeli mandátum területek elhelyezkedései. Lilával a brit területeket láthatjuk, zölddel a franciákat, és más-más színekkel még az Antant oldalán harcoló államoknak a mandátum területeit, és egy nagyon jelentős mandátum terület van, tengerészeti szempontból jelentős terület, a Csendes óceán területén, ez a japán mandátum terület, amelynek jelentősége majd a II. Világháború előtt növekszik meg. A cionizmus megerősödésével és a Balfour nyilatkozat révén háború után felerősödnek az arab-zsidó konfliktusok a Közel-Keleten, erősödik és egyre jelentősebbé válik a zsidók betelepülése Palesztinába, arab felkelés indul meg, amelyre a betelepülő zsidók fegyveres önvédelemmel válaszolnak. Ez 1930-as évekre már közel félmillió zsidó telepesél Palesztina területén. A terrorakciók mindkét oldalról megjelennek, egyrészt a másik fél, valamint az angolok ellen irányítva. Közelebbről a Közel-Kelet mandátum területeit lehet látni. Francia mandátum lett Szíria, Libanon, brit mandátum pedig Irak, Transzjordánia és Palesztina. Egyiptom pedig 1914-ig volt brit felügyelet alatt. Ezeken a közel-keleti országokon a Kemal Atatürk féle török-európai modernizáció hulláma söpör végig. Egyiptom válik 1922-ben teljesen függetlenné, csak a Suezi csatorna maradt brit katonai ellenőrzés alatt egészen 1956-ig. Iránban Reza Khan reformjai kezdik meg a modernizációt, az európaizálást. Őnek az egyik példaképe Kemal Atatürk volt, a török európai záló. Hadügyminiszter, miniszterelnök és uralkodó is egyben, egyébként Reza Khan. Vasútfejlesztést hajt végre, felülről jövő modernizációt, amelynek egyik fontos része az iszlám jogrend eltörlése és a nyugati európai jogrend bevezetése. De magát az iszlám vallást természetesen megtartja, nem üldözi, tehát az iszlám hagyományok megmaradnak, csak a jogrend válik európaivá. Itt láthatjuk Reza Shahot, vagy más néven Reza Khant, európai jellegű egyenruhába, oldalán jellegzetes perzsa karddal.
A térség történetének egy különleges személye, Arábiai Lawrence, egy brit katonai tanácsadó, aki az első világháború végén és az utána következő években az arab felkelésekben a britek oldalára állítja a szíriai Fejszál emírt, későbbi iraki királyt. Arábiai Lawrence a kép közepén látható, brit egyenruhába és arab fejfedővel, Fejszál emír pedig a kép előterébe látható. A térség egyik legjelentősebb területe, amely gyarmat ebbe az időszakba, India. Indiában az első világháború után egy nemzeti mozgalom indul be, melynek alapját az első világháborús indiai katonai szerepvállalás indítja be, hiszen nagyon sok hindu, szik, gurkha katona küzd az európai hadszíntereken a brit birodalomért, és hát úgy gondolják, hogy ezért cserébe részleges függetlenséget kell, hogy kapjanak az indiai népek. Indiában kialakul egy bennszülött burzsoázia az elmúlt 200 éves brit uralom alatt, akik gyakorlatilag India tőkés vezetői, vállalkozók, egy jelentős, széles értelmiségi réteg. Hát gyakorlatilag úgy gondolják, hogy őnekik megvan a társadalmi szerepük és helyük egy vagy félig, vagy teljesen önálló Indiába, képesek lennének az országot önállóan is vezetni. Ebben az időszakban tűnik fel egy ügyvéd, Mohandas Karamchand Gandhi, aki ezzel a névvel talán annyira nem ismerős mindenki előtt, talán a Gandhi név válthat ki ismerős dolgokat. Ő egy Dél-Afrikában működő, indiai születésű ügyvéd volt, aki a bőrszíne miatt megtapasztalta az elkülönítő apartheid rendszernek a nehézségeit, majd később visszaköltözik szülőföldjére, Indiába. A történelemben Mahatma Gandhiként híresül el, és nem az ügyvédi egyenruhájában, hanem egy sima indiai fehér szőttes ruhában, idős, kopaszodó fejjel, kis kerek szemüveggel válik ismerté az egész világban. Ő az erőszakmentes politika előfutára. Ezen a képen több olyan jellegzetességet látunk Gandhival kapcsolatban, ami jelképé vált: az egyszerű fehér ruházat, a rokka, a házi szőttes, amivel India függetlenségét próbálta jelképezni, a brit technológiától és ipartól való elszakadást. Röviden az életéről: 1891-ben ügyvéd Dél-Afrikában, megkülönböztetés miatt, bár elismert ügyvéd, mégis visszatér Indiába, ahol egy függetlenségi mozgalmat alapít 1915-ben. Éhségsztrájkkal próbál politikai nyomást kiváltani, a rokka a textiliparral szembeni ellenállás jelképe lesz. Tevékenységért 1922-ben 6 év börtönnel sújtják, kiszabadulva a politikai szilenciumot fogadott. 1930-ban a só monopólium ellen sómenetet tart, amelynek során több százezren követik, ezek közül közel 100 000 embert be is börtönöznek. Az által alapított kongresszuspártot a britek közben feloszlatják, de a II. Világháború alatt is folytatja tevékenységét, és eredménye 1947-ben India függetlenségének az elnyerése. Nem sokkal ezután, egy év múlva egy merénylő megölte az erőszakmentesség politikusát. Október 2-a a születésnapja, azóta az erőszakmentes politika világnapja. Gandhi erőszakmentesség elvének a pontjai: fellépés a középkori kaszt hagyományok ellen, ő a szabadság embere, mérsékelni próbálja az arab, iszlám és a hindu vallási viszályt, és polgári engedetlenségi mozgalmat indít a brit kompromisszumkészség hiányában, ezek egyike volt a híres sómenet, valamint a textiláruk bojkottja, a hazai termékek vásárlása és gyártása, ennek lett jelképe a rokka. A britek a gyarmat birodalmoknak az egyben tartására létrehozták a Westminster statútumot, egyezményt 1931-ben,
melynek eredményeként létrejön a brit nemzetközösség, amelyben a fehér gyarmatok domíniumává válnak, ezek parlamenttel, kormánnyal rendelkező, gyakorlatilag önálló államok, amelyek lazán kapcsolódnak az anyaországhoz, Nagy-Britanniához, és mindig elismerik a mindenkori brit uralkodót. Egyedül India nem lesz dominium. És erre alapozva Gandhi és a Nemzeti Kongresszusi Párt követeli, hogy legalább India ezt az állapotot kapja meg, hosszú távú tervük pedig a teljes függetlenség. A csendes-óceáni térségben Japán és Kína ellentéte feszíti a politikai nyugalmat. A washingtoni konferencia révén flotta egyezmény kialakítja, hogy kik mennyi hadihajóval rendelkezhetnek, és a csendes óceánon ez főleg az amerikai és a japán flottára vonatkozik. Az Egyesült Államok nem nagy területekre, hanem katonai támaszpontokra pályázik, bázisokat épít Alaszkában, a Panama csatornánál, Hawaii-szigeteken, miközben a Britannia az Indiai óceánon épít ilyeneket. Kína a császárság megszűnésével a nyitott kapuk elve felé fordul, és megpróbál egyenlő előnyöket szerezni az európai befolyási jövőben. A térképen a csendes-óceáni térség Japán és USA befolyási övezeteit láthatjuk, a japánok a pirosak, az USA pedig a kék, és ezen belül kiemelném a mikronéziai szigetvilágot, a Karolina és Marshall szigeteket, ahol gyakorlatilag minden japán fennhatóság alatt van, kivéve egy szigetet, Guam szigetét, amely az Egyesült Államokhoz tartozik. Ezek jelentenek majd a II. Világháború kezdetén problémákat a japán és az Egyesült Államok érdekszférái között, és hasonló támadásokat szenvednek el, mint a híres Pearl Harbor-i támaszpont. Japánban a nagyszámú népesség a nyersanyag hiánnyal párosulva egy másfajta gazdasági indítatást hoz magával. A japán élettér kiszélesítését hódítással próbálják megoldani, ezáltal olyan területekre vetnek szemet, mint Korea és Kína, ahol jelentős nyersanyag bázis van a gyorsan fejlődő japán ipar számára. Ezt az egyik miniszterelnök, Tanaka miniszterelnök meg is fogalmazza, a náci felsőbbrendű fajelmélethez hasonlóan egy csendes óceáni világbirodalom tervét, a japán faji felsőbbrendűség hirdetését indítja el. Itt van Tanaka miniszterelnök. Korea felé, majd Kína felé terjeszkednek, Mandzsúria elfoglalásával létrehoznak egy új kínai császárságot, egy japán bábállamot, ahol az elűzött kínai császár Puyi lesz az új uralkodó. Itt látható az utolsó kínai császár Puyi. Kínában a császárság megszűnésével a nemzeti politikai oldal és a baloldali pártok egymásnak feszülése erősödik, két vezető emelkedik ki ebből a politikai párharcból, Chiang Kai-shek tábornok a nemzeti politikai oldal élén, illetve Mao Tse-tung a kommunisták élén. 1911-ben a forradalom megbuktatja a császárságot, azonban Kína szétesik, politikai anarchiába fordul, tábornokok, önjelölt kormányfők próbálják a területek irányítását megszerezni, ebből emelkedik ki a Kuomintang, a Nemzeti Párt, illetve a Kínai Kommunista Párt, melyek aztán egymásnak esnek, de az 1930-as években a japán támadás hatására kiegyeznek egymással, és a II. Világháború végéig félreteszik az ellentéteiket, ami majd csak utána erősödik fel és folytatódik, erre utal a záró karikatúra is.